Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi az ő terve? Ez egy személyes jóslás Piroska részére. Kedves Piroska, üdvözöllek téged, és te feltetted ezt a kérdést, hogyan tovább, mik a tervei, és ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ezek a kártyák, virágok, fák, ezek az én saját kártyáim, nekem nagyon tetszenek, és nagy örömmel dolgozom vele. De most rátérve erre a jóslásra, mi az ő jelenlegi állapota? Azt mutatja, itt ez a növény, és ez azt jelenti, hogy kettőtök között van egy ilyen nagyon nagy vonzalom. Tehát ez áll most így a középpontban, a kettőtök kapcsolata, és ő érzi ezt a szerelmet, ezt a vonzalmat köztetek. És mi konkrétan az ő terve, azt mutatja itt ez a fa, és ez szimbolizálja a nőt, a nőiességet, téged. Te állsz itt a középpontban. És ez a terve, hogy ő veled szeretne élni, mert nagyon nagy a vonzalom kettőtök között. És mi az, ami számára most fontos, mert oda néz, azt mutatja itt ez a kártya, és ez árnyékot jelent. Valami árnyékot vet a ti kapcsolatotokra. Vagy a félelmek, vagy a nehézségek, vagy az, hogy te nem vagy még igazán nyitott erre a párkapcsolatra. Van valaki az ő életében, aki őt befolyásolja, erre megadja a választ itt ez a kártya. Ez a levegő elemét jelenti, tehát azok az emberek, akik őt megpróbálják befolyásolni, ő ezt levegőnek tekinti, átnéz rajtuk. Persze a levegő szimbolizálja a kommunikációt is, és a könnyűséget is. Én nem hiszem, hogy ő hagyja magát befolyásolni. A következő kérdés az, hogy mi változik nála. Ezt mutatja itt ez a kártya, és ez azt jelenti, hogy mint egy ilyen varázslatos erő, ami köztetek van, és azt megpróbálja ő megtartani. Ő nem enged el téged, és hogy lát téged, vagy hogy viselkedik veled szemben, ezt mutatja ez a kártya, és ez jelzi a személyiséget. Ő úgy látja, te más vagy, mint mások. Ő ezt egy ilyen varázslatos erőnek tekinti, mert te egy személyiség vagy az ő szemében. Van valaki az életében, akit szeret, akihez ragaszkodik, egy másik nő. Ez a kártya azt jelenti, hogy volt valaki nála a múltban, neki megvannak ezek az emlékek, de a csalódások is. Ő hűséges hozzád, ezt mutatja itt ez a kártya. És hogy lát téged, vagy mik a tervei veled kapcsolatban, ezt mutatja itt ez a fa, és ez azt jelenti érték. Te értékes vagy az ő számára, és ő meg akar téged tartani. Mit kell, hogy tegyél? Hogy viselkedj vele szemben? Bízhatsz benne? Erre megadja a választ itt ez a kártya. Ez mutatja a kármát, a kármikus kapcsolatot és a sorsotokat. Tehát ez a szerelem egy kármikus kapcsolat,
és az mindig mély érzésekre utal, mint ahogy ez a fa is jelzi a mélységet, ezt a szeretetet, megbecsülést és a bizalmat is. Én most megkérdezem az Ingát, megbízhatsz benne? Igen, nem, vagy egy kicsit. Amennyiben az Inga jobbra mozdul ki, az azt jelenti, igen, te megbízhatsz benne. Amennyiben az Inga balra mozdul ki, az azt jelenti, légy óvatos, ne bízz benne. Amennyiben az Inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, te megbízhatsz benne. Kedves Piroska, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!